Köszöntöm a Trió TV nézőit! Közéleti magazinunkat látják 2016. április 8-án, pénteken 19 órakor. Mai műsorunk tartalmából. Büki konferencia a korszerű táplálkozásról és étrendkiegészítőkről. 24 órás szentségimádás Peresznyén. Horgászverseny a Boldogasszony tavon. A tavaszi fordulók büki győzelmeket hoztak a női kézilabda MB2-ben. Kézilabda népszerűsítő gyerekeknek. Ez a mai kínálatunk. Kedves nézőink, tartsanak velünk! Korszerű táplálkozásról és táplálékkiegészítőkről tartottak kétnapos konferenciát Bükön. Orvosok, gyógyászati szakemberek és kereskedők beszéltek a trendekről és a piac változásairól. A bükkfürdői Greenfield Hotelbe egy konferenciára azok a szakemberek érkeztek, akik étrendkiegészítőkkel, gyógyhatású termékekkel, gyógynövénykészítményekkel foglalkoznak. A 13. konferenciánkat szervezzük az étrendkiegészítők, gyógytermékek, gyógynövények témakörében, és 2004 óta, mióta ez a konferencia sorozat elkezdődött, hál' Isten a fogyasztók szemlélete, és ezen kívül a résztvevők, tehát a gyártók, a forgalmazók szemlélete is nagy mértékben változott, és előnyére változott, hogy most már azért tisztult ez a piac sokat. Többek között ennek a konferenciáknak az eredményeképpen is. A konferencia szakmai támogatója a Magyarországi Étrendkiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete. Röviden MÉKIS, másnél a Magyarország Étrendkiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesülete 2004 decemberében, bocsánat, majdnem elrontottam, 2003 decemberében alakult meg. Ugye 2004-ben léptünk be az EU-ba, és ezt megelőzően jött létre ez a szervezet. Tulajdonképpen hasonló szervezetek minden uniós országban vannak. Jelenleg mind a 27 uniós tagállamban megtalálható az ilyen jellegű civil szerveződés. Gyakorlatilag az úgynevezett étrendkiegészítő gyártópiac és forgalmazás résztvevőit fogja össze. Magyarországon jelenleg 61 tagja van ennek az egyesületnek. Ez nem azt jelenti, hogy az összes piaci szereplő az egyesület tagja, de körülbelül 70%-a a piacnak az idézelbe téve, ami felügyeletünk alatt van. Elsődleges célja az egyesületünknek az, hogy biztosítsa a piac tisztaságát, csak olyan típusú étrendkiegészítő készítmények kerüljenek forgalomba, amelyek a jelenlegi unió szabályozással mindenben megegyeznek, csak olyan hatóanyagok kerüljenek bele és olyan mennyiségbe, amelyek a fogyasztó egészségét nem veszélyeztetik, hanem remélhetőleg csak kizárólag pozitív hatással bírnak. Egyre többször felvetődik különböző média felületeken, hogy Kínából, az EU-n kívüli országokból érkeznek olyan étrendkiegészítők, amelyek nem felelnek meg a magyar szabványoknak. Önöknek mi a véleménye, az állam mennyire lép fel ezek ellen? Abban az esetben, hogyha az állam tudomására jut, hogy ilyen típusú termékek kerülnek be az országba, akkor nagyon szigorúan föllép. Ez elsősorban a NÉBIH nevű állami hivatalnak a szerepe, hogy vizsgálja az ilyen típusú készítményeket, de sajnálatos módon ezeknek a készítményeknek a nagy része, ez nem legális kereskedelmi csatornákon kerül forgalomba, hanem elsősorban az interneten, vagy pedig valamilyen direkt marketing formában. Nem feltétlenül rossz minőségű minden olyan termék, ami abból az irányból jön, de vannak olyan piaci szereplők, vannak olyan forgalmazók, akik kizárólag csak az árat nézik, és hasonlóképpen, mint minden egyes terméknél, az ár és a minőség a szoros korrelációban egymással. Egy drágább termék feltehetőleg jobb minőségű alapanyagokból készült. Oda kell figyelni arra elsősorban, hogy honnan vásárolunk termékeket. Jelenleg én azt mondom, hogy a Magyarországon legálisan kapható étrendkiegészítő termékek, azok minden esetben biztonságosak a fogyasztó részére, hogyha egy gyógyszertárból, szaküzletből, fitotékából szerezzük be, nem igen kell attól tartanunk, hogy rossz minőségű terméket vásároljunk. Azon kívül pedig a mi egyesületünk elindított egy kezdeményezést, amelynek az a neve, hogy MÉKIS tanúsított védjegy, ami azt jelenti, hogy az a termék, amely megkapja a MÉKIS által kidolgozott védjegyoltalmat,
akkor biztos lehet a fogyasztó, hogyha olyat vásárol meg, akkor csak jó terméket kaphat, mert nagyon szigorú ellenőrzésen és vizsgálatokon ment keresztül az a termék, amíg ez a védjegyhez hozzájutott. Ez a bükkfürdői konferencia hogyan, miképp illeszkedik bele az önök munkájába? Ezt, hogy úgy mondjam, ez mindig a mi tavaszi hadjáratunknak egy nagyon fontos része. Tulajdonképpen ezzel a bükkfürdői konferenciával indítjuk minden esetben az évet. Most már 13. alkalommal jelenünk itt meg, illetve nem mindig bükkfürdő, hanem felvált vagy Sárváron, vagy bükkfürdőn. Most ebben az évben bükkfürdő a soros. Nagyon jól érezzük itt magunkat, nagyon szép a környezet, jó az ellátás, és ami a legfontosabb az, hogy a szakmának minden képviselője ilyenkor összegyűlik, és a szakmai programokon kívül én nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy egymással is eszmét tudunk cserélni, és az aktuális problémákat közösen egymás között is meg tudjuk vitatni. Az Irgalmasság Szent Évében 24 órás szentségimádást tartottak Peresznyén április 2-án. Az Irgalmasság vasárnapja előestéjén délután 3 órától várták a közösségeket. Az Irgalmasság rendkívüli szentéve a 30. szentév a Római Katolikus Egyház történetében. 2015. december 8-án a szepőtelen fogantatás ünnepén a II. Vatikáni zsinat befejezésének 50. évfordulóján kezdődött a Szent Péter Bazilika Szent Kapujának megnyitásával, és 2016. november 20-án Krisztus Király ünnepén zárul. A rendes szentév 25 évenként következik, és egy teljes évig tart. A rendkívüli jubileumi év bármely évben tartható, és időtartalma rövidebb lehet. A szentévet a pápa hirdeti és nyitja meg. A két irgalmasság órája között terveztük meg ezt a 24 órás szentségimádást. Az egyik a szombat, délután 3 óra, ekkor püspöki szentmisével nyitottuk meg az irgalmasság 24 órája mottójú imavirrasztásunkat, és a vasárnapi, az Isten irgalmasság vasárnapi irgalmasság óráját, délután 3 órát pedig az eseménynek a záró szentmiséjének szenteljük. Elsősorban a csepregi esperesi kerület híveit, papjait igyekeztem megszólítani, valamint olyan közösségeket, csoportokat, akikkel személyes kapcsolatban is vagyok, és ők örömmel vállalták a részvételt, és nagyon-nagyon örülök neki, hogy szinte minden ima órán tele van a templom. Én azt hiszem, hogy sokat panaszkodunk a világban, hogy mire volna szükségünk, és miket szeretnénk elérni. Azt hiszem, hogy az oltári szentség előtt megoldódnak az embereknek a problémái, legalábbis azok az irányok a fejben összerendeződnek, hogy merre tovább, és hívő keresztény emberként innen tudunk a legtöbbet meríteni, én úgy érzem, és ezt minden csoport imaórájában megtapasztalom, és látom a saját ima módjukon, a saját módjukon, ahogy gitároznak, ahogy énekelnek, ahogy részt vesznek az Isten dicséretben. Ez számomra egy nagy megerősítés, és az ő részükről pedig egy nagyon komoly tanúságtétel a hitükről. A csepregi hívek éjjel 11-kor kezdték ima órájukat. Nagy részt az imádságokat én a hívekre bíztam. Én magam a szentbeszédre készültem a szentmisét illetően, de tegnap este azért egyeztettünk, egy picit összehangoltunk, ki hozzáteszi a maga kis imáját, tehát is így áll össze az egy órás szentség imádás. Ez egy szép kezdeményezés az irgalmasság ünnepén, amikor a környékbeli falvak híveivel együtt vagyunk, és hát a papok is. Ez 2000-ben ugye szenté avatta a pápa Faustina nővért, és az irgalmasság évét pedig 2002 óta irgalmasság ünnepét ünnepeljük. Külön kegyelem lehet számunkra ez az ünnep, hiszen hogy Faustina nővér naplójában is ott van a magánkinyilatkoztatás, hogy ilyenkor nagyon megnyílnak azok a zsilipek, az Isten irgalmasság zsilipjeire gondolhatunk itt. Rendkívül sok kegyelmet lehet ezen a napon az irgalmasság ünnepén nyerni. És hát most tudjuk, hogy szentév is van, a jubileumi szentév, tehát kiszélesítve, még kitárva a kapu, még az egész esztendőre is. A legmesszebbről a Medjugorje Szűzanya ima közösség érkezett. Ők Kapuváról jöttek, hogy csatlakozzanak a szentségimádáshoz.
kilenceddel készültünk, és szerettünk volna az elmélkedésünkkel és az imádságunkkal azt átadni, amit mi megélünk az irgalmas Jézussal való kapcsolatunk során. Tehát elsősorban a találkozásnak az ajándékát. Ez egy olyan találkozás, amiben ott van a mi vágyunk is a találkozás, hogy találkozzunk Jézussal, de azt is megéreztetni az imádságon keresztül, hogy Jézus is vágyik erre a találkozásra, így kettős öröm jön létre, az ő vágya is teljesülhet, és a miénk is. Azt gondolom, hogy ez egy olyan zarándokút, amikor nem csak az autóval megtett kilométerek számítanak, hanem az is, amit belül megteszünk, és az sokkal fontosabb, mert most belső dolgokról volt szó, nem pedig külső dolgokról. Mindaz, amit itt látunk az autók, ez csak egy külső felszíne ennek a mai napnak, de a mélységi tartalma, amit az irgalmas Jézus hozott a világra, az sokkal inkább túlmutat ezen, különösen a mai világban, amikor annyiféle szellemi tanítás kavalkád van, az ezotéria, a reiki, az energetikák, és az irgalmas Jézus az választ szeretne adni sok olyan kérdésre, ami minden embert bolygat, az élet utáni élet, hogy mi lesz velem, ha meghalok, milyen élet vár rám, vagy ki az, aki megsegít engem, és ebbe a szellemi kavalkádba ő egy biztos pont. A pápa azért szentel külön jubileumi évet az irgalmasságnak, mert az egyháznak a korszakos változásokkal terhelt időszakban az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa meg Isten jelenlétének és közelségének jeleit. Ha aranyhalat nem is, de méretes pontyokat szép számmal fogtak a versenyzők március 3-án Csepregen, a Boldogasszony tavon. Bár a tó Csepregen van, de Büki a tulajdonos és a mostani horgászverseny szervezője, Horváth Gábor is Büki. A szeles idő ellenére 38 induló nevezett a versenyre. Menthetetlenül itt a tavasz. Felélett a természet, és vele együtt felélettek a horgászok is. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy itt a hátam mögötti Boldogasszony tavat meglepték ma a horgászok, ahol is egy országos horgászverseny zajlik. Hát ez egy baráti féderbotos verseny. Tulajdonképpen ez egy angol technika. Finom szerelékkel tudunk nagy távokat meghorgászni. Ez oda-vissza működik, én is járok féderes versenyekre, és ilyenkor a rendezek, akkor ők is eljönnek szívesen a versenyemre. Nyugat-Magyarország, tehát Szombathely, Kőszeg, Szentgotthárdról jöttek. Hát mondhatnám azt, hogy a Nyugat-Magyarország legjobbjai azért majdnem itt vannak. Ugye mondtad, hogy ez egy könnyű szerelékes verseny, tehát az mondjuk meg van határozva, hogy mivel szabad ilyenkor horgászni, vagy mindenkinek a belátására van ez bízva? Hát ugye ez versenyszám, tehát az országos szabályzat szerint is vannak meghatározások, de nálunk most nincs kikötés, tehát etetőanyag mennyiségbe, csaliba, semmibe. Hát ez egy ilyen örömpeca, mondhatnám, azért nem is tettünk ilyen gátokat. Úgyhogy bárki bármivel. Mindenki a leginkább bevált csaliával próbálkozott, kisebb-nagyobb szerencsével. A legnagyobb szerencséje egy szentgotthárdi versenyzőnek volt, aki nem itt, ezen a versenyen, hanem egy rangos US Open-en hozta el az amerikaiak elől az első helyet. Egyik nagyon kedves barátom hívott meg Amerikába. Igazándiból nem úgy indultam, hogy horgászni, hanem csak látogatni őt. Aztán ő jó voltából tudtunk elmenni úgy a versenyre, hogy környező ismerősöktől kért felszerelést, és így tudtam elindulni ezen a versenyen. Ez egy finom szerelékes verseny Amerikában, ott nem jellemző, inkább sügérre horgásznak, törpeharcsára, ami nem olyan, mint nálunk, hanem jóval nagyobb, ilyen 4-5 kilósak is vannak belőle. Hát ez a finom szerelékes horgászat Amerikában nagyon kevesen űzik. Igazándiból Kanadából, németektől, Angliából voltak horgászok. Többnyire abból állt össze ez a versenysorozat, akikkel részt vettem itt a versenyen. Ugye hallottuk, hogy ez úgy sikerült, hogy ott kint Amerikában is van egy olyan üzletlánc, mint ami itt Európában. És hát ott vettél olyan dolgokat, amivel aztán tényleg el tudtál indulni. Néztek az amerikaiak, mikor zsemlemorzsával álltál neki horgászni? Ott jellemző mindenféle olyan etetőanyag, ami élelmiszer szinte, mert ott a halak semmiféle ilyen halas táplálékot nem esznek meg, mert nincsen hozzá szoktatva igazándiból a hal. Halneveldében nem úgy nő, hogy
haltápokat ennének a halak. Innentől fogva az élelmiszerláncba vettük az etetőanyagot, és azt raktuk össze, és így sikerült igazándiból egy jó etetőanyagot összerakni, amivel a másik éven Attila is nagyon szépen szerepelt, ő is megnyerte ezt az amerikai US Open. Mindenkinek megvan a saját technikája, meg a saját etetőanyaga. Én most éppen az etetőanyagos vödrön ülök. Van neked egy saját bejáratod etető anyag kombinációd, vagy inkább használod azokat, amiket meg lehet venni így boltokban? Általában olyan nincs, hogy nagyon bevált etetőanyag, mert minden vízre másfajta etetőanyag kell. Igazándiból azt ki kellene tapasztalni, többet kéne horgászni minden egyes vízen, akkor lehetne megtalálni azt a megfelelő etetőanyagot, ami a legjobb lenne. Amúgy van többféle etetőanyag variáció, amit úgy kombinálni szoktam. Bolti etetőanyagokkal, meg a saját kis hozzávalókkal. Ez a verseny most nem jött be Szendi Gábornak. Lehet, hogy az etetőanyaga nem ízlett a halaknak, de lehet, hogy a nagyon erős szél miatt nem tudott rendesen teljesíteni a versenyző. Estére az eredmények is megszülettek. Első lett a házigazda, a Horváth Gábor, második német Krisztián Sárvárról, a harmadik pedig Bíró Tibor Bécsből. Te vagy az egyik főszervezője itt Egyet Tamással karöltve ennek a versenynek. Miben egyeztetek meg idén? Most ugye itt van április, elkezdődött a horgászversenyszezon. Lesz még idén valamilyen verseny? Mindenképpen akarunk még egy meccsbotos most a közeljövőbe. Utána az a probléma, hogy már megindulnak a megyei versenyek, aztán utána már azért elég nehéz összehozni. De ha nem esik útba az, akkor mindenképpen szervezünk még többet az idén. Te elég komolyan belevetetted magad ebbe a horgászatba, ugye itt az előtt beszélgettünk, aztán mondtad, hogy az aklatott gyerekkorod miatt álltál neki horgászni, de tényleg mi visz arra rá egy embert, hogy tényleg ilyen komolyan neki álljon horgászni? Hát nem tudom, szerintem azért gyerekkorban az élmény mindenképp, tehát mert nálam a családban nem igen horgászott senki, tehát nincs mire visszavezetni. Én azt mondanám, hogy ha gyerekkorában valakit olyan élmény ér így fogásban, akkor azért el tudja vinni. Én ezt tudom be ennek a dolognak. Röpködtek a gólok és a pofonok a Büki TK és a Veszprémi Egyetem felnőtt kézilabda meccsén április 2-án a Büki sportcsarnokban. A büki lányok egy lelkes szurkolótábor biztatásától kísérve egy kemény meccsen nyertek 23-16-ra. A Veszprémi Egyetem a bajnokság 6. helyén áll. Mátés István edző elmondása szerint elég agresszív csapat. Ősszel, mikor ott játszottak Veszprémben, csíptek, haraptak, karmoltak, de most felkészültek a kemény ellenfélre, és jól kezdték a mérkőzést. Vajon számítottak a győzelemre? Hát ezt a bajnokság előtt kérdezi, tehát a tavaszi fordulók előtt kérdezi, akkor ennyire egyértelmű igennel nem válaszolhatok. Most azt mondta, a csapat ezt megelőző 5 mérkőzését is megnyerte. Ezt egy óriási dolognak tartom, hiszen elég jelentősen átalakultunk a tavaszra. De a csajok nagyon egységesek, küzdenek, hajtanak, és a mérkőzések többségében jól is játszanak. Mindig van olyan, hogy hullámvölgy, most ez a második félidő első szakaszába jött, de egyelőre, most már így mondhatom, az eddigi 6 mérkőzésünkön ezt tudtuk kezelni, így a mai nap is. És igen, a mérkőzés előtt azért bíztam benne, hogy tudunk nyerni, és hát hál' Isten ez egy sikerült is. Főleg Németi átlövéseinek köszönhetően komoly előnyre tettünk szert. Aztán a második félidőben volt egy komolyabb megingásunk. Ugye 6 gólos szünetbeli vezetést követően igazából az második félidő első 15 percében mindösszesen 2 gólt lőttünk. 3 gólra tudott zárkozni az ellenfél. De szerencsére az időkérést követően nekünk sikerült újítani, és ismét visszaállítottuk a 6 gólt, 17-11-re eléptük, és igazság szerint onnantól kezdve már nem volt probléma. A csapat jelentősen átalakult a tavaszi fordulóra, hisz több meghatározó ember is távozott. Az edző bizakodó, hisz 6 mérkőzésből 6-ot megnyertek a lányok. Viszont nem volt könnyű feladatuk, hisz sokan közülük nagyon fiatalok, 15-16 évesek. Egyrészt rutint kell szerezni, másrészt azért az erő, a dinamika azért még mindig a felnőttek oldalán áll az ellenfelek részéről, tehát ezt azért nem olyan egyszerű kezelni.
Az a helyzet, hogy Miskai Balázs kollégámmal egyeztetünk mindig a mérkőzések előtt, hogy kik azok a játékosok, akikre várhatóan a felnőtt csapatban egy kicsit több teher fog hárulni, és ők kevesebbet játszanak. Egy viszont azt hozza magával, hogy bizony a junior csapatnak az eredményessége látja ennek az igazság a kárát. Tehát azt viszont nem tudjuk megtenni, hogy ott is végigjátsszák a mérkőzést, és utána még akkor a felnőtt meccsnek a 60 percéből is mondjuk 45-50 percet esetleg végigjátszanak. Azt nem lehet azért fizikálisan bírni. Annyit nem edzünk, hogy ezt tudjuk bírni, és hogyha fáradtak a játékosok, akkor sajnos a sérülés veszély is egyre nagyobb. Ezt pedig azért próbáljuk kiküszöbölni, nem mindenre lehet. Nagyon lelkesek, nagyon hajtanak, nagyon akarnak, és mindent megtesznek azért, hogy itt a városnak sikereket hozzanak, és én külön szeretnék neki gratulálni ezért. Másrészt pedig ezzel a mérkőzéssel, ugyan matematikailag még nem, de gyakorlatilag 99,5%, hogy a harmadik helyet megszereztük, és ez egy óriási dolog, én úgy gondolom, hiszen a tavaszi szezon előtt a negyedik helyen álltunk, és jelen pillanatban olyan pont előnyünk van, hogy azt én úgy gondolom, azt már nem tudjuk elveszteni. A lányok nem csak a meccseken lelkesek, de rendszeresen járnak az edzésekre is. Van, hogy olyan sokan vannak, hogy két részre kell osztani a társaságot, de Máté és István szerint a sok emberrel lehet minőségi munkát végezni. De természetesen itt az is közrejátszik, hogy sokszor az ifjúsági, illetve junior csapat azon tagjai is jönnek edzésre, a felnőtt edzésre, akikkel egyelőre még nem tudok számolni a felnőtt bajnoki mérkőzéseken. Én úgy gondolom, hogy nekik ez mindenféleképpen fontos, egy fejlődési lehetőség, és lehet, hogy egy-két-három év múlva akár már őket is itt látjuk MB2-es női bajnoki mérkőzésen. Hihetetlen közönsége volt most itt a mai meccsnek. Mindig ilyen a látogatottsága? Ezután is szeretném megköszönni a közönségnek, amit főleg a tavaszi szezonban nyújt, de egyébként az előző időszakban is remekül szurkoltak nekünk. Most talán még ők is rátettek egy lapáttal erre. És az biztos, hogy egy játékos örül annak, és ha érzi a közönségének a támogatását, akkor 100% fölött is próbál még teljesíteni, tehát akkor nem ismeri a fáradtságnak a fogalmát, és addig megy, amíg esetleg nem húzzuk a pályáról. A csapatnak 3 mérkőzése van még hátra. A hétvégén egy előrehozott mérkőzés lesz a bajnokság második helyén álló Moson-Szolnok gárdájával. Ez a csapat eddig 3 pontot veszített. Ha azt kérdezné, hogy ki az esélyes, most azt mondanám, hogy nem mi. Én úgy gondolom, hogy ez maga a csoda kategória lenne, hogyha őket meg tudnánk verni. Az ellenfél nagyon jól védekezik, az egyik rajtunk kívül talán ott van még igazából minőségi kapus, aki azért képes befolyásolni egy mérkőzés alakulását. De most már igazából mondom, még egyszer nincsen veszíteni valónk. Egy érem megvan, amit el nem tudtunk képzelni itt a tavaszi szezon előtt, hogy ebből még érem is lesz. Úgyhogy mondom, nincs veszíteni valónk, megpróbálunk nyerni. Utána megyünk Sárvárra, megyei rangadóra, azt követő héten, és akkor az utolsó fordulóban pedig a toronymagas, a legjobb játékos állományú csapattal a Szombathelyen játszunk. Idegenbe, remélem hogy tudunk olyan teljesítményt nyújtani, ami méltó lesz hozzánk. Azt ugye tudni kell, hogy a Szombathely teljesen más feltételek között, és szinte profi módon készül, mindennapi edzéssel, fizetett játékosokkal, és úgy gondolom, hogy ezzel a kerettel, amivel rendelkeznek ők az MB2-be, ezzel a kerettel idén az MB1-B-t is akár meg is nyerhették volna. Tehát nagyon erős csapatról beszélünk, ezt a mérkőzést igazából túl kell élni, de az már nekünk csak hab lesz a tortán, ez igazság. Április 3-án először rendeztek kézilabda fesztivált a Büki Sportcsarnokban. Az alsó tagozatos csapatokat várták a sportág népszerűsítésére és egy kis versenyre. Bükön a kézilabda már 1964 óta szerepel a településen élők mindennapjaiban. Az idei bajnokságban eddig veretlen felnőtt csapat, és a juniorok mellett a kisebb korosztály számára is lehetőséget adtak a versenyzésre és a kézilabdával való ismerkedésre. Az ötlet Miskei Balázsnak, a juniorok edzőjének fejéből pattant ki.
Hát elindult az MKS-nél a kézlabda az iskolában nevű program, és akik itt ebbe a programba iskolába bekapcsolódtak, azoknak szeretnénk egy versenyzési lehetőséget biztosítani a megyén belül. Csak Vas megyéből, most konkrétan a mai fordulóra Kőszegről, Körmendről, Bükről, Répcelakról és Nádasról. A hétvégi rendezvényre kilátogatók a kiskézisek felnőtteket meghazudtoló versengését láthatták. A fő célunk az, hogy minél több embert bevonjunk, minél több gyereket bevonjunk ebbe a sportágba, népszerűsítsük. Ez a kezdeményezés inkább arra jött, hogy összehívjuk azokat a szakvezetőket, edzőket, akik foglalkoznak vele, és a jövőre nézve egy komolyabb versenyrendszert kialakítsunk itt a megyén belül ezeknek a gyerekeknek. Aki esetleg ide kilátogatott és kedvet kapott, az csatlakozhat még ehhez a programhoz, vagy már megvannak a csapatok, és a következő iskola évbe várjátok őket? Hát Isten igazából a következő iskola évre várjuk őket, mert most már vége lassan a tanévnek, tehát ilyenkor nagyon már nincs nagyon értelme bekapcsolni, de mindenkit várunk, aki esetleg érdeklődik felé. Próbáljuk ezt kiterjeszteni akár Csepregre, és a Csepregi iskolát is bevonni itt Bükk környékén. Úgyhogy ott is várunk mindenkit, aki esetleg akarja ezt a sportágat űzni. Nem csak a helyieket, hanem a környékbelieket is várják. Számukra igyekeznek megkönnyíteni az edzésekre utazást. Hosszú távú célunk ez, mert végülis most a Büki iskolába is járnak olyan gyerekek edzésre, a délutáni edzésekre, akik nem a Büki iskolába tanulnak, tehát Lövőről, Sopronkövesről, meg egy-két helyről, még Bőből is. Úgyhogy most a BTK beszerez egy kis buszt, és ezzel is szeretnénk segíteni a gyerekeket, hogy őket fuvarozzuk ezzel, hogyha nem, valaki nem helybeli. Milyen korosztályt vártok főleg? Hát most akikkel foglalkozunk, azok az első, második osztályosok az egy korcsoport, meg a 34-esek az egy másik korcsoport. A jövőre nézve szeretnénk az 5.-6. osztályosokra is kiterjeszteni azt, és akkor még jobban, még több embert bevonni. A junior csapatban jelenleg minden poszt betöltött, bár többen a felnőtteknél is játszanak, így leginkább a fiatalabbakat várják. A junior keretünk az így is elég bő, tehát több mint 20 főt foglalkoztatunk, abból 16-ot tudunk mindig a mérkőzésre benevezni, tehát itt is elég nagy a problémám, hogy kiket tudok játszatni. Ha jövőre lesz egy-két ember, aki stabilan a felnőtt keretbe tud játszani, akkor ők már nem fognak, úgyhogy van utánpótlásunk egyelőre. Inkább az OSB csapatot szeretnénk jövőre indítani, és oda szeretnénk toborozni játékosokat. TAO bevételekből, azaz cégek által felajánlott társasági adóból tud az egyesület az önkormányzati támogatáson kívül komoly összegeket fordítani az utánpótlás nevelésre. Tervénk szerint most összevonjuk a mindegyik korosztályt, és egy edzésidőben lesz. Ezért próbálunk edzőt toborozni még, hogy legyen még edzőnk. És ugye a fél-fél pályán tudnak külön-külön gyakorolni a kisebbek is, meg a nagyobbak is. Aki tehetségesebb, azokat próbáljuk a nagyobbakhoz rakni és ott felzárkóztatni. A kicsiknél meg hát ott minél több edzést próbálunk beiktatni, csak még az iskolával is meg kell egyeznünk egyre, hogy mennyi edzésre tudnak biztosítani. Akkor ezek szerint a helyi sportcsarnok már kicsinek bizonyul? Hát úgy néz ki, hogy maga a kézlabda már kezdik kinőni, úgyhogy lassan szükségünk lesz egy másikra, de ezen is dolgozunk, meg tervei között szerepel. A hétvégi eseményen 28 meccset láthattak a szülők és az érdeklődők. Most nem az eredményeken volt a hangsúly, így minden csapat oklevéllel és sok-sok élménnyel térhetett haza. Közéleti magazinunkat látták. Új közéleti magazinnal legközelebb a jövő pénteken jelentkezünk. Kedves nézőink, műsorunkat megnézhetik interneten is a www.triotvdunantul.hu honlapon. Keressenek minket Facebookon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!